Az MTK 19 éves karate versenyzője, Hárspataki Gábor egy évvel ezelőtt még a juniorok között nyert bronzérmet az Európa-bajnokságon. Tavaly évvégén azonban már a felnőttek között lett ezüstérmes a Premier League sorozatban. Idén egy U21-es Európa-bajnoki címmel kezdte az évet, amit nemrég újabb siker követett. Őben nagyon nagy a potenciál, és ő tényleg egy nagyon fiatal versenyző, aki egy 5 éven belül, vagy 5 év múlva fizikálisan is, és a megfelelő tapasztalatokkal, ha rendelkezik, akkor ő a világ legjobbja lehet. Elképesztő fejlődésen megy keresztül az utóbbi években a 19 éves Hárspataki Gábor. Ennek a fejlődési folyamatnak egy újabb bizonyítéka a zágrábi Super 8 elnevezésű rangos, nemzetközi meghívásos viadalon elért második helyezése. A versenyen ráadásul a döntőbe jutásért legyőzte a világ jelenlegi egyik legnagyobb sztárját, az olasz Luigi Buzát. Nekem vannak ilyen holdpontjaim úgy itt a versenyeken, amikor néha nagyon félek egy ellenféltől, nem is félek, hanem tartok, de valamikor onnél, amikor egyszerűen számba se veszem, és ez a nap ez pont ilyen volt. Most egy olyan világklasszissal mentem, aki amikor elém állt, amikor beléptünk a tatamira, akkor egyáltalán nem féltem, és szerencsére így meg is vertem. Úgy engedtem el, hogy mi most itt tét nélkül versenyezzünk, de talán pontosan emiatt, hogy nem volt nyomás, nem volt tét, emiatt felszínre jöttek a képességek, és a görcsökből kevesebb jutott, és így jobban koncentrált arra, hogy ő mire képes, és a másik esetleg miben gyengébb, tehát a saját küzdelmére tudott koncentrálni, és ez most úgy tűnt, hogy ez most elég volt egy nagyon jó eredményhez. A versenyen az egyik fő cél a tapasztalatszerzés volt, de emellett természetesen voltak taktikai célok is. Voltak új taktikai elemek, illetve taktikai feladatok, amiket gyakoroltunk, illetve végehez vittünk az edzéseken, és ezeket szerettük volna megnézni, hogy sikerülnek ezen a versenyen. És akkor ezáltal így fogunk tovább dolgozni. És szerencsére jól sikerültek, jól is mentek, úgyhogy pont a világklasszis ellen is. És úgy gondoljuk azt, hogy nagyon sok minden plusz volt ebből az versenyből, amit lehoztunk. A Gáborral arra koncentráltunk, hogy a legkisebb hibát is próbáljuk kihasználni. Ahogy a leghamarabb, ahogy adódik egy helyzet, azt azonnal próbáljuk meg kihasználni, és ez nagyon jól sikerült. Mindezek mellett Fischer Mihály a pszichés tényezők miatt is fontosnak tartja ezt az eredményt. Nagyon örültem, hogy végre egy visszaigazolást kapott saját magának, saját magával szemben, hogy mindenkit meg lehet verni, és ő sem kevesebb már az élvonalhoz képest, és neki ez igaziból lélektanilag volt nagyon fontos, hogy elhiggye azt, hogy igenis ő képes, neki itt a helye, és hogy legyőzött egy ilyen meghatározó versenyzőt, az valószínűleg a későbbiekben nekünk nagyon sok erőt fog megadni. Kelleni is fog az az erő, ami Gábor céljainak megvalósításához elengedhetetlen. Most még U21-ből. Az elsőleges célom az volt, hogy Európai, illetve világbajnokságról aranyérmet hozzak. Na, az Európa-bajnokságról már sikerült, most már csak a világbajnokságról szeretnék. Illetve az most nem sikerül, akkor semmi baj, mert akkor változtatunk. Akkor felnőtt európai, illetve világbajnokságról is szeretnék érmet hozni, vagy egy aranyérmet. Fischer Mihály szerint most egy nagyon hosszú építkezési folyamat következik, hogy Gábor a képességeit a felnőtt mezőnyben is tudja kamatoztatni. Most nekünk az a célunk, hogy külföldre menjünk edzőtáborozni, hogy nagyon jó külföldi partnereket, vagy hazai partnereket, tehát megfelelő partnereket biztosítsunk, de ugyanezekkel a versenyzőkkel, mint akikkel itt találkoztunk, minél többször találkozni, küzdeni, tapasztalni, abban gondolkodunk, ami reális lehet, ez a felnőtt Európa és világbajnokságok, és én nagyon szeretnék 5 év múlva a Gáborral egy felnőtt érmet szerezni. Az, hogy milyen színű az az érem, az majd sok mindennek az összetevője, de akár bármilyen is lehet.